napon rögtön három király is itt van velük a főutcán! Sok tucatnyian kísérték idei első útjukra az óriás bábokat, melyek egy felvonulás keretében hirdetik. Hamarosan itt Székesfehérvár legnagyobb ünnepe és fesztiválja. A felvonulást hagyományőrző egyesületek műsora színesítette. Az Országalmánál a Szubróza régi zeneegyüttes zenélt nekünk, illetve hagyományőrző csapatunk is volt, az első András lovagrend. A következő szombaton is várjuk az érdeklődőket. Az immár 23 tagú királyi óriásbáb családtagjai közül ezen a hétvégén 4. Béla, 4. László és 3. András tartott audienciát. A Vörösmarty Színháztól indult a királyi menet, melynek tagjait Szabó Miklós Bence mutatta be a népes közönségnek. A résztvevők igazi időutazáson vehettek részt, hiszen a Szubróza régi zenei együttes hangszereivel és zenéjével repítette őket a középkorba. Az első András király lovagrend tagjai pedig bemutatóikkal és viseletükkel idézték meg az Árpádházi királyok időszakát és a késő középkort. A program jövő héten folytatódik. Újabb három király kerül bemutatásra, illetve a tabulatúra, a régi zeneegyüttes és egy újabb hagyományőrző csapat lesz majd itt velünk. A fehérvári hagyományok sorába lépett a Királyok a belvárosban program, amely idén július 6-a és augusztus 3-a között hívogatja szombaton délutánonként az érdeklődőket. A sorozat a székesfehérvári királyi napok történelmi levegőjéből ad ízelítőt, segítve a hangolódást a város legfontosabb és legsokrétűbb programokat kínáló augusztusi fesztiváljára.